Tisztelt polgármester úr, mi minden történt a héten? Elég mozgalmas hét volt ez, ugye a múlt hét végével szoktuk ilyenkor mindig kezdeni. Egészségnap volt szombaton a szakrendelőben. Nagyon jó sikerült egyébként, ez már 10. alkalommal volt ott a szakrendelőben, és előtte egy alkalommal volt a Arany János Általános Iskolában Árpádföldön az iskola szervezésében. Aztán azóta a szakrendelő szervezi. Nagyon jó volt. Ebben a rendezvény keretében adtuk át az új gasztroenterológiai berendezést, vizsgáló berendezést, ami azt jelenti, hogy egy új eszköz, és ehhez egy új orvos is társul majd május 1-től vagy elejétől, ami azt jelenti, hogy kb. Negyedére csökken a várakozási idő ezen a területen. Ez nagy eredmény vagy előrelépés lesz, persze hát nyugtával dicsérjük a napot, először jöjjön az orvos, aztán működjön jól a berendezés. Mondták is, hogy amikor átadtuk a röntgent, akkor engem világítottak át először. Most mondták, hogy akkor polgármester úr alulról vagy fölülről legyen. És mondtam, hogy most ezt kihagynám, ha lehet. Minden esetre emellett is egy csomó szűrővizsgálat volt, akik arra jártak, és viszonylag sokan voltak, sőt, nagyon sokan voltak. Azok azt jelezték nekem vissza, hogy érdemes minden évben tartani egy ilyen egészségnapot, ahol ingyenesen mindenféle különösebb sorbaállás nélkül meg tudhatják, hogy milyen állapotban vannak. Én is voltam, azt hiszem, koleszterin szintmérésem, meg vércukor. Ez a kettő. Állítólag minden rendben van. Uh-huh. Nekem azt mondták, hogy meg vagyok nyugodva. Nem úgy, mint amikor legutóbb voltam, mert akkor azt mondták, hogy epekőben van. Úgyhogy azóta is van. Vagy nem tudom. Tehát én orvosnál nem voltam vele. Aztán vasárnap volt a Szirasmenti kerékpárútnak a hivatalos átadója. Ugye most már nagyon régóta, kb. Egy negyed éve biztosan, de lehet, hogy fél éve is lehet használni. De tavaly, hát ősz végén készült el, és akkor már hideg volt, nem akartunk rendezvényt tartani. De most tartottunk, és ez is nagyon jól sikerült. Egész délelőtt, egészen 3 óráig volt a rendezvény. És sokat voltam ott, és bicikliztem egyik helyről a másikra, lehetett kis pecséteket, illetve matricákat gyűjteni. Nagyon sok gyerek volt, annak én külön örülök, és jól érezték magukat, akikkel én találkoztam, vagy aki legalábbis elmondta nekem a véleményét ez ügybe, és tényleg szerintem jól sikerült ez a kerékpárút. Szeretnénk majd folytatni a naplástó irányába, egészen a 17. kerülethez csatlakoznánk. Ma tárgyaltam éppen a nagytarcsai polgármesterrel, aki megerősítette, hogy igen, akkor ők is elhozzák Nagytarcsáról a kerékpárutat, ami aztán utána bekötődik Kistarcsára. A 15. kerülettel vagyok még egy kicsit bajba, de előbb-utóbb majd az is kialakul. Aztán ezen kívül volt hétfőn a védőnői szolgálat 100 éves lett, illetve annak elődjét 1915-ben alapították, és nálunk is itt a 16. kerületben nagyon sikeres a védőnői hálózat. Hungarikum már majdnem, ugye a Magyar Örökségdíjat megkapta ez a szervezet, a Hungarikum már minősítés az folyamatban van. Én azt mondtam a védőnőknek, és ezt elmondom most is, hogy ők talán azok, akikben a leginkább megbíznak az emberek. A legtöbbet tudnak segíteni. Én tudom, milyen az, amikor az első gyerek születik, apuka, anyuka milyen hibákat követ el, a második nem, már talán nem, de nagyon jó, hogyha ilyenkor van, aki segít és megmondja, hogy mit és hogyan és hogy lehet tenni. Nagyon jó visszatekintés volt az egész védőnői szolgálat működésére, a 16. kerületi védőnői szolgálat működésére, és meghívtuk nem csak a most aktív védőnőket, hanem akik korábban innen mentek nyugdíjba a 16. kerületre, egy kis meglepetéssel kedveskedtünk számukra. Aztán ezen kívül volt a Föld napja, amikor Szász alpolgármester úrral és Ács Anikó képviselőasszonnyal, aki annak a körzetnek a képviselője, ott virágokat ültetünk, most kivételesen nem fát. Azért virágot, mert megpróbáltuk, hogy milyen a kerület gazdák élete, akik napszámba ezt csinálják tavasz, hogy virágot ültetnek. Egyébként viszonylag könnyű fizikai munka, úgyhogy mindenkinek tudom ajánlani, ha a kertjében van rá mód, ültessen szép virágokat. És ha már ott voltunk, akkor átadtuk hivatalosan is azt a 3 teherautót, amit kifejezetten a kerületgazda szolgáltató szervezet a zöld felületek karbantartására vásárolt. Ezek használt autók, de mindegyik nagyon jó állapotban van. És amellett, hogy 6-an beleférnek személy, amellett a fűnyíró traktort is rá tudják rakni, úgyhogy mostantól kezdve nem lehet kifogás, hogy a parkok még rendezettebbek, meg tisztábbak legyenek. Aztán ezen kívül a tegnapi nap volt képviselőtestületi ülés. Számos fontos döntést hozott a képviselőtestület, ilyen volt leginkább a rendőrkapitányság tavalyi évi beszámolója 2014-es évben,
megint a 16. kerület lett a legbiztonságosabb kerület. Nálunk volt a legkevesebb bűncselekmény, és még egy mutatóban elsők lettünk, ez a legnagyobb felderítési arány is a 16. kerületben van a kerületek összevetésében, úgyhogy külön gratuláltam a kapitány úrnak, hogy ilyen ügyesek és jók voltak. Nagyon remélem, hogy jövőre is így lesz ez, és akkor most már egy tradíció lesz, hogy minden évben a 16. kerület a legbiztonságosabb kerület. Nehéz ezt túlszárnyolni. Hát igen, az első helyről előre igen. Nem nagyon lehet menni, de az is az erőfeszítés, hogy az első helyről ne essen vissza az ember. Aztán ezen kívül a tavalyi év zárszámadásáról is beszéltünk. Nagyon jó hír, hogy 2,1 milliárd forintos plusszal zárt tavaly a kerületi önkormányzat. Soha ilyen sok idézőjelben pluszunk nem volt. Mindig volt 1 milliárd, másfél milliárd forint körül. Most 2,1 milliárd forint plusszal zártunk. Ez készpénzállomány. Igen, tehát úgy, hogy ennyivel több a bevételünk, mint amennyi kiadásunk volt. Uh-huh. Ez mondjuk nyilván abban a köszönhető, hogy félre van rakva egy jelentősebb összeg sportcsarnok építésre, és az még nem kezdődött el, tehát annak mindig csak visszük a pénzét tovább. Remélhetőleg előbb-utóbb elkezdődik a sportcsarnok építés. És ez ugye nem brokerházaknál van. Ne, ezt mondtam is, mert ugye a önkormányzat gazdasági koncepcióját is vitatta a képviselőtestület, és ez egy 5 évre szóló gazdasági program, ez egy viszonylag hosszú táv, és épp ott mondtam, mert voltak olyan hangok, hogy inkább vállalkozni kéne az önkormányzatnak. Én mondtam, hogy nem, mi nem, hogy nem vállalkozunk, de még brokerházba se rakjuk a pénzünket. Mi, ha veszünk állampapírt, veszünk, ha van szabad pénzünk, bankbetétbe kötjük le rövid távon. Úgyhogy mi nem vállalkozunk ilyen szempontból, úgyhogy nem is volt soha. Legalábbis 2006 óta nem, szerintem előtte se nagyon. Nem volt pénzünk brokerházba, kötvények, ilyenekben nem nyújtunk bele ez ügyben. A gazdasági programunkba megvitatta a képviselő, hosszú vita volt egyébként, de végülis nagy többséggel elfogadta a képviselőtestület azt a programot, ami a választási program is van, ezt építettük bele a gazdasági programba. Volt egy viszonylag jelentős vita arról, hogy most elfekvőt, illetve nyugdíjas otthont kell leépíteni a 16. kerületben vagy sem. Én azt mondtam, hogy mi inkább azt támogatjuk, és erre van sok módja a kerületnek, hogy inkább az az idős, aki idős otthonba kerülne, vagy a rokonok szeretnék őt idős otthonba berakni, az inkább maradjon a saját házába, és ott tudjuk az ő ellátását biztosítani, akár gondozással, akár bevásárlással, egy csomó mindennel. Akár úgy, hogy kötünk vele életjáradéki szerződést, és akkor még pénzhez is jut. Tehát inkább mindenki maradjon ott, ahol lakik, ott tudja akár élete végéig élni, mi ezt támogatjuk. Aztán ezen kívül volt két intézmény vezetői, hát nem azt mondom, hogy kinevezés, mert ugye most már a iskolák kinevezése ugye a miniszternél van, és ő a Klibersberg Intézmény Fenntartó Központon keresztül intézi ezt a dolgot, mi csak véleményezünk. A Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnáziumban egyetlen pályázó volt a jelenlegi igazgató Vámos Tibor úr, a képviselőtestület nagy többséggel őt javasolt, talán egyhangulag a miniszter úrnak megfontolásra, hogy akkor ő legyen továbbiakban is az igazgató. Ugyanez nem mondható el a Rácz Aladár Zeneiskoláról, ahol 3 pályázó volt, a jelenlegi igazgató is, és 2 külsős pályázó. Ebből a képviselőtestület Zólyomi urat javasolja a miniszter úrnak, aki egy külsős pályázó, egy fiatal ember, és elég agilis volt a képviselőtestületi ülésen is. Ő most jelenleg igazgató helyettes vidéken egy zeneiskolában. Ezen kívül még egy dolog történt a képviselőtestületi ülésen, ezt is csak azért mondom el, mert korábban is elmondtam, hogy a Vajda Zoltán képviselő úr kikerült annak idején a adó vagy köztartozásmentes adózói listából, ami azt jelenti, hogy ha ez ebben nem kerül vissza viszonylag rövid időn belül, akkor megszűnik a képviselői mandátum, jelentem Vajda úr megtette a szükséges lépéseket, ami annyi volt, hogy írt az adóhatóságnak, hogy akkor legyenek kedvesek, írják vissza őt ebbe a listára, és visszaírták. Úgyhogy nem fenyegeti semmi veszély, mert Vajda képviselő mandátumát, ha lehet ezt így fogalmazni, legalábbis a adó tartozása miatt nem, az biztos. Köszönjük szépen. Nagyon szépen köszönöm.